Na, jó napot kívánok, szavaztok gyerekik, itt vagyunk, ketten játszunk. Én, hogyha Joe csatornáján nézitek, én csak itten vendégszereplek. Hello! Hello, sziasztok! Jó vagyok én is. Joe vagyok én is. Miért azt mondtam, hogy Joe vagyok? Nem a... Én meg sivatagban vagyok. Na, most kezdtük hard mode, ugye? Igen. Futnak a zombik. Erős. Hatos, meg mit tudom én, milyen beállítások vannak még. Ja, kurva nehézre van állítva, az a lényeg, gyerekek. Ja, futnak őnek minden. Joe kitalálta, hogy ez nekünk ez jó lesz. Igen. Változatosság kedvéért. Egyszer úgyis megpróbáltad, mondom, hát ha most jó lesz. Ja, ketten talán faszán megy. Na várj, én is lehúzom egy kicsit a hangerőt. Ah, pedig emlékszek arra a sorozatodra, hogy elindítottad, de vártam a következő részedig. Aztán soha nem jött meg. Talán így jobb lesz multiba, érdekesebb. Ja, többet halunk. Ha valaki az én csatornámon nézi a videót, akkor Joe-nak a videójának, meg a csatornájának a linkje len van a leírásba, szóval az ő perspektíváját is lehet nézni, mivel ugye nem együtt kezdtünk, nem csináltunk semmi olyat, hogy most mi trükközzünk, gyakorlatilag nem is tudom, hol van Joe, 2,5 kilométerre van tőlem, hol baromi kurva messze van. Igen, bejelöltük egymást a térképen, 2,3-ra vagyunk egymástól. Én ilyen erdőben vagyok, Keeper meg azt mondja, sivatagba. Igen, én sivatagba vagyok. Csinálom az alapfeladatokat, aztán ja, én majd felé. Nekem is az lesz, igen. Én szerintem le is fogok itt táborozni, úgymond. Azon gondolkoztam, hogy nagyon nem lenne erős dolog az, hogyha mi azt csinálnánk, hogy letáborozzunk egy mit tudom, hogy bássuk magunkat valahova, nem? Az nagyon köcsökség lenne így az elején, mert azért nem egyszerű amúgy. Vagy nem úgy érted, hogy én itt, te meg ott, mert hogy messze vagyunk egymástól, és így. Az is lehet, meg az, hogy a föld alá, mert ugye... Ja, hogy a föld alá, ja, értem. Hát figyelj, itt most nem úgy van, hogy elmész a zombi elől, hanem ugye le is kell ráznod, meg elfáradt a futásban, meg minden. Igen, úgyhogy elég nehéz. Tök bénák vagyunk az elején, ezek meg a legerősebbek. Ja, úgyhogy meg az is egy jó megoldás, hogy megpróbálunk azért túlélni így. Mert ha most azzal foglalkozunk, hogy futunk egymás fel 2,5 kilométert, akkor lehet, hogy az le is jár a játékidő, ugye? Lehet, hogy úgy kéne tényleg az elején próbáljuk így, mit tudom én... túlélni. Megcsinálni az alapfeladatokat, és akkor úgy, és akkor kicsit összeszedni magunkat, és úgy vándorolni. Na, ez egy jó megoldás, meg akkor, ha belegondolsz, akkor ugye ha valaki a te perspektívádra kíváncsi, akkor úgy meg tudja nézni nálad. Gyakorlatilag... Igazából, igen, mind a két verzió van, igen. Igen, kettő szálon fut a cselekmény, hogyha van kedvetek, akkor tudjátok Joe-nál is nézni, meg nálam is. Ja, ez így nem rossz. Na, ez egy nem rossz, tényleg. És utána esetleg még találkozunk utána, meg igen, bandázunk persze. Együtt. Persze. Na, ez tök jó. Ki tudja, lehet a hordonapon együtt halunk. Igen. Na, gyerekek, mi a következő feladat? Kőbalta. Nekem is kő. Igen. Érdemes lesz az elején, majd ugye megcsinálod az alapfeladatokat lesz 5 pont egyből, és akkor én az izére szoktam rakni. Harmadik oldalon van a... Harmadik oldalon? Valami harmadik oldalon pervers van neve van, ugye? Kalapácsos ikon, hogy ezekkel a kőbaltával ilyenkor ugye kevésbé fáradsz, és többet tudsz gyűjteni. Igen. Aztán a következő pontot meg a második oldalon az elsőre szoktam rakni, erre a szexuális tyrannosaurusra, hogy ott meg ugye kitartás növekedés van. Uh-huh. Futás, hasznos. Hasznos lesz a futás. Jó, hogyha segítesz, mert baromi régen egy éve játszottam utoljára Seven Days to Die-t, szóval. Aha. Hát én sokat játszottam veled, de igazából olyan 3-4 hónapja kimaradt. Szóval tök olyan, mintha először... Jó, azért nem olyan, mintha először játszanák, de nagyjából olyan. Uh-huh. Úgyhogy... Ja, sok kimaradt nekem is. Szóval srácok, arra lehet számítani, hogy futnak a zombik, úgyhogy kemény lesz a helyzet. Ha, én is azért próbálom minél előbb megcsinálni az alapfeladatokat, és a boltnak a segítségére igazából próbálok majd támaszkodni olyan szinten, hogy van náluk asztal, meg betonkeverő, meg ilyesmi, és hogy ugye valamit lehet utolni, meg valamit lehet használni. Uh-huh. Jó lenne például az elején azt kihasználni. Uh-huh. Ja, mert nehéz lesz itt bármit is szerezni, futnak utána a zombik városba például. Uh-huh. Nem tudom. Ja, meg ez az áramos rész az, amit annyiszor még nem is nagyon próbáltam. Majd ja, ez egy újdonság, igen. Igen. Ugye most már lehet izét, milyen elektromos dolgokat is kraftolni. Ruhákat megcsinálom.
Ja, meg ugye inkább én fogok felét haladni, mert kaja, lyukka, meg minden, úgyhogy nem tudom így majd mennyire lesz pénzem, esetleg voltnál az automatában tudok majd ilyen konzerveket venni talán, de ha nem, akkor ugye a lyukka, és tovatagban az tökéletes. Igen, igen. Jó, én meg egy olyan helyet keresek a sivatagba, ahol agyag környékén legyek azért. Arra azért nem árt, hogyha az van. Lehet érdemes lesz megnézned, hogy merre van a bolt. És akkor ahhoz képest lehet, hogy pont olyan helyen vagy. Uh-huh. Jaj, csinálom az alapfeladatokat, meg közben én egy táborhelyet is próbálnék magamnak összeeszkabálni így az elején. Aha, oké. Okay. Ja, ugye nehéz az elején, mert ugye tök bénák vagyunk, aztán például kivágsz egy 1002-es fát, alig ad még, meg ilyenek. Lehet, hogy lesz belőle 50 fal, vagy ilyesmi, aztán ugye nehéz. Igen, 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 persze, kevés alapanyagot ad. Következő, így. Remélem feléd lesz a bolt, és akkor legalább arra felé haladok. Ja, az jó lenne, igen. Még nem hallok zombikat. Ja, még azt akartam mondani, hogy arra számítok, hogy így első nap talán olyan délig még azért nyugis lesz, de nem bízok benne. Jó lenne, nem igen. Benne. Hú, kicsit halkítok ezen a fájhangat, van nagyon durva egyébként ez, amit hoztál nekem. Brutális. Ja, az éjfejes, hát mondom. Aha, igen, aha. Igen. Kemény. Na jó, nekem szerintem. Bazd meg, kigyó. Kigyó, tényleg. Bört is, az jó lesz majd kohóhoz. Nem szoktam vele harcolni, de... Tip, mint állat. Nem annyira örülök neki, hogy jött. Az meg az ugrik, ez a kigyó, hallod? Aha, mint az állat. Ezt szórakozzá, ugrik a kigyó, mi ez? Fejből 3 métert alatt. Ja, megjöttek a zombi pajtások is, ne. Eddig tartott. 10 óra? Hát, kicsit korán jöttek. Aha, hoppa, jaj, meg akkor... Aludhattak volna meg, én még talán nem látok. Próbálok figyelni a hörgésre is. Ja, meg ugye vannak ezek az átvonuló hordák. Azok egyre megyünk a napokba, úgy lesz több. Ugye? Csak azok ugye nem másznak, hanem futnak. Meg majd izére is kell számítani, kutyahordára. Na, az na, de jó. Na jó, oké. Szerintem most az információk tömkelegével most ne jogassál, mert ma... Ja, sok is... akartam mondani, lehet, hogy izé... Sok is volt ez nekem. Az elején a jóból. Tábort ezek leraktuk. Hol van a bolt? Aját, te merre vagy? Nem arra. Hát, kicsit arra, kicsit nem arra, jó van. Várjál, megjelölöm a boltot. Merre vagy te? Nem is látlak a térképen. Nem is rajzol már. Nem, én is próbáltam rájönni, hogy hol vagy, de nem sikerült. Hát tőled, ha lefelé nézzek, akkor el kell mennem. Erre? Keletre. Arra van a bolt, de csak egy picit. A hétre, és akkor majd onnan valahogy... Hát olyan 2 km körül leszáll, hogy ránézésre. Jó, akkor gyerünk. Bolt 1, megjelölöm okay. A térképen, és akkor meg is tudom veled osztani, bár nem hiszem, hogy erre felé fogsz járni a mostanában. Kurva kigyók, ezek idegesítőek. Meg elég nehéz eltalálni őket, ahogy észrevettem. Megosztottam neked a boltot, de mondom, nem hiszem, hogy este közelmúltban erre fogsz járni. Vagy a közeljövőben, meg a közelmúltban is, ja. De ez a kigyó, ez nehéz eltalálni, azt hiszem. Ja, küzdesz vele? Próbálom lelőni így, hát nem. Nem a legjobb. Tényleg, kaját nekem magam, nem is tudom, mit fogok majd szerezni. Úgyhogy mindenképpen elindulok a bolt felé. Az erdőben azért nem tudom, hogy milyen kaját tudnák itt szedni, meg italt. Szerintem semmit. Ezt a kigyót, ezt nagyon nehéz lelőnem. Igen, az biztos. A kurva életbe. Jó, szerintem hagyom, vagy nem tudom, valahogy meg kéne jelölnem. Mi a fenével? Bunkos bottal szoktam nagyon ütni. Valami 5-6-szor rávágsz, azt meghal. Ez jó. Hol ástam a lyukamat? Mert ástam egy lyukat. Ja, meg a sivatagban, ha esetleg megtámadnának, akkor... Kaktuszozzak, mi? Ezerrel? Igen. Oké. Okay. Hogy kiszakítja a lábát. Akkor azért már... Nagy segítség. Nem kell elfáradnod. Ja, várjál. Az a baj, a kigyónak nem szakította le a lábát. Igen. Sajnos az nem. Szemet láda. Ja, meg a farkasok a szavannán. Fú, azok nagyon durvák megint. Na jóban, most hagyd abba. Ja, jó, most semmi.
Jó, akkor mondok egy pozitívumot is. Sötétben legalább nem látnak a zombik. De faszol. Miért még elveszem a kedvedet. Na, mit akartam? Ja, pontot rakni. Ide rakjak, hűha. Ja, rossz műszerész. Vagy a kitartásra? Inkább rakok előbb a kitartásra, félek én. Hát, ha futni kell. Menjünk a trader felé. Szemétbe belenézünk. Semmi. Az a nagy probléma, hogy például fa meg nincs itt ezen a területen, ugye. Amire most szükségem volna. Igen. Csak ezek a tulajdonképpen tuskók. Ja, uha. Nincs a közelbe szavanna. Vagy nem látsz másik biót? Nem látsz másik biót? Hú, de megjelent! Azt a kérdezik, hogy sem. Izé, ja. Nem látsz másik biót? Szavannán ugye lenne. De, látok, igen, mindjárt. Akkor tök jó. Oké, hopp, itt egy sátortábor. Nem tudom, megmerjem én azt kockáztatni. Jaj, ne, zombi. Hát lehet, hogy korai még, nem? Azon gondolkodok, hogy van-e zombi ilyen korán még. De már te már láttál, úgyhogy nem szeretném itt rikogatni őket. Főleg így, hogy nem is fogok tudni elfutni. Tudod, mit utálok ebben a játékban? Hogy például megjavítasz egy szerszámot, miért nem rakja be ugyanarra a slotra, amit onnan kivetted? Ja. Mindig beszórja az inventory-ba, azt valahogy nem tudtam soha értékelni. Jaj, fut a zombi felém! Megpróbáltam ide jönni közbe. Sátortáborhoz. Találtam itt egy... Mit találtam? Főzőedényt. Tényleg majd valami látott, ha elejtek, akkor tojásból tudok majd sonkás tojás készíteni bárhol. Sátor tábornál megpróbálom szétszedni a sátor anyagot, és eladni a boltba majd. Jó pénzt lehet szövetből kinyerni. Uh-huh. Engem meg a zombi megpróbál megbaszni. Aha. Még egy sátortábor is van, jó? Tényleg leszakadt a lába, kurva jó volt. Ja, meg majd izé, ötszer csinálj szerintem az elején. Igen. Jaj, meg beestem a sátorba, de megijedtem, hogy zombinak a nyakába. Ütőtáska, két hús meg egy sör. Tök jó, hogy az elején. Na. Amúgy 60 perc egy nap, ugye? Játékban. Igen. Oké. Okay. De félek ám. Hallok valami... Nem ideillő hangot, már félek is. Szövetet gyűjtöm. Nekem meg fa kellene, fa. Kitaláltam valami projektet, aztán azt akarom megvalósítani. Aha. Ja, hát ilyen csonkok vannak, de hát igen. Nagyon kevés. Akkor szerintem neked érdemes előbb erre a harmadik oszlop elsőre rakni pontot, hogy többet adjon. Valamivel többet ad. Jaj, majd arra rakok. Két hálózsákot is fölveszem, aztán majd úton feléd, majd mindig elszórok egy-egy hálózsákot, ha meghalok, akkor mindig közelebb legyek azért. Ja, igen, az jó. Sátortábor. Jó élénkek ezek a színek. Jó bordóra van festve. Inkább ilyen vérvörös. Ha találtam a havas, ez a biont. Havas bion is van? Aha, itt van pont mellettem, úgyhogy jó a fa ügybe. Nagyon kemények a favágók. Ja, tudom, csak mondom, hogy izé, jó, a... ide kijövök a szélére, tudok fát szerezni, aha, tudod. Ja, meg majd a sivatagban ugye majd mindig baj lesz a hővel. Ja, ide kell telepedni, a ház fele izébe legyen, havasban a másik fele meg izébe. Hóba. Ja, a sivatagban, és akkor az jó. Jó lesz. Felére bász, aztán izé. Tudom, mikor hóban van ilyen hóvihar, és akkor a sivatagban is tiszta hó minden. Nagyon jól néz ki. Az igen. Mikor hozzá, közel van hozzá a bion, azt akkor tiszta hó minden ott is. Ja, meg izé kiégette a következő, úgy látom. Nem léptünk még szintet, gyerekek? Nem még, ajjajjaj. Jó. Követünk, az mennyi van? Már tegezzük. Ó, már van itt eladó cucc. Láttam valami fegyveralkatrészt is. Próbálkozunk ezerrel. Próbálsz lefelé haladni? Én csinálok fátból létrát, meg woodframe-et, és akkor egy lefele vezető alagútat próbálok megoldani.
A csapóajtó, tudod, és akkor egy, igen. Mit tudom én, egy ilyen 20-30 blokk mélyre gyors leásni. És akkor ott kialakítani egy... Már látok egy zombit, ajajajajaj. Nekem nagyon kell kerülni a zombikat, mert igazából, ha megtámadnak, végem van. Nem tudom, mibe belevinni. Ja, igen, igen. Ja, meg a havas még azért jó, mert tele van ilyen tuskókkal. Igen, látok is egyet, csak meg egy csomó favágót is, vagyis favágót is. Igen, az meg a nem jó része. Próbálok itt bujkálni. Na oké, ennyi elég lesz. Azon filózok, lehet, hogy tényleg itt a havas környékén fogok letelepedni. Félig havas, félig izéné, mert akkor meg tényleg tudok. És nincs olyan, hogy a kettő sarkában van még egy harmadik bion? Egy erdőset látok. Az pont feléd, ugye gyakorlatilag. Ugye, az lenne a legjobb. Az nagyon messze van hozzám képest, ja, úgyhogy... Ja, igen, aha. Nekem ez... És felém van messze, vagy inkább ellenkező irányba? Felé, hát te vagy az te vagy a fáson, nem? Az erdősen. Igen, igen, akkor azt látod, azt a részt igen, már igen. Lehet. Jó nagy erdőben vagyok. Jó van, akkor... Folyában nem kell gondolkodni, hogy lassan beérek egy szavannába, aztán kaktusz mondjuk széltudtom, azt lesz lyukkám, vagy valami. Megpróbálok az elején legalább egy 100 követ összeszedni, legyen nyilveszőm. Ugye ezek a zombikkal kell itt hadonászni az elején, ez kemény azért már. A legelejét. Ja, meg tudod miért érdemes a boltra gyúrni pénzt? Az elején ugye ilyen 20-as, meg ilyen 50-es eszközöket tudunk gyártani. És ilyen 1500 ér már tudsz venni, ha van ajánlatban, például ilyen 500-as csákányt vasból. Uh-huh. Ugye attól hamarabb elfáradsz, de mit tudom én, kávéval például kitartóval. Aha. Hogy én ezért nem szoktam a pontokat az elején rakni ezekre a szerszámokra. Hol van a zombi? Valahol hörög. Jajjaj. Igen, meg a lábamnál már belevertem vagy 80-at. Nem nagyon hajlandó megdögleni. Igen, igen. Kurva neheden halnak itt a zombik hárdon. Ha fejre lősz, akkor is egy olyan 10-15 biztos kell nekik. Borzalmas. Nagyon sok kell nekik. Én is próbálom gyűjteni a követ, legyen évesző, mert aztán vége. Meg a madárfészek. Erdőben azért van bőven. Jajaja, ja. Sivatagban is egész jó az, jó. Ó, találtam egy vaddisznót, szerinted megöl? Hát, ez egy jó kérdés, hallod? Aha. Ilyen kis lazán megkérdezett, szerinted megöl? Hoppa, látok egy vagy gyár, vagy bolt. A távolba, nem is olyan távolba. Hát gyerek, szerintem... én megpróbálkozok vele. Én itt fogok. Lehet, hogy halál lesz. Jó, majd megtámad. Itt viszont gyerekek, letelepedünk. Kettő. Oh. Megölted? Szerencsém van, kettőre meghalt, hallod? Én azt hittem legalább 3-4-et bele kell majd lőni. Csak nincs csontkésem. Nem baj, majd kinyerünk belőle talán. Már kezdett felmenni a pumpa, hogy... Hol áll lesz? Dobom a hálózsákot. Ja, tényleg én is csinálok egy új hálózsákot szerintem. És ja, akkor... elő van nekem itt a terékőben, hogy mi ez. Ja. Itt letelepedek. Ja, leraktam én is egyet, csak hogy pontosan akkor itt telepedjek le, ahol le fogok ásni, meg megcsinálom a bunkeremet. Igen, igen. Úgy gyerekek, én próbálom kerülni még a zombikat. Ott van egy csukjás csávó. Szerintem az a Józsi. A Józsi feje van. Nem ez a Józsi. Közben el szoktam nevezni a zombikat. Nálad török vagy nálam? Elvileg nem hallottam a tiédet, úgyhogy... Nálam... Kurvára gyanús. Lehet, hogy hörög. Ott egy farkas! Hú, gyerekek! Eszembe jutott egy trükköcske. Csinálunk falétrát. Feldobom a fára. Az aljára meg csinálok egy keretet. Amit felveszel. És elveszem a keretet, felmegyek a fára, és onnan lövöm a farkast. Uh-huh. 1002-es fát csak nem dönti ki. Bízunk benne, hogy ez így összejön. A gyerekek, itt meg jó lesz letelepednünk szerintem. Hol volt a farkas? Azért nem kéne, hogy észrevenjem. Ott van a farkas, gyerekek? Jaj. Az a baj, közel van a fához. Beideosanunk. Mennyi idő? 14? Nem. Azért bele kell húzni. 14 óra van már. Ennyi? 14 óra 39? Húha! Nagyon, aha, gyorsan jó, megy. Jó, feljutottunk a fára! Már csak az kéne. Lássuk a farkast! Lássuk a farkast!
Talált, és most akkor ide is fut. Jó van, most már csak ki ne döntsd. Hát remélem az alsó létrafoka hiányzik. Úgy vagyok fönt. Talán nem tud a farkas létrára mászni, vagy tud, ja. Gondolod? Igen, pont erre gondoltam, hogy csak nem ugrik az ölembe. Hát ha tud, akkor izé, akkor azt megnézem én is, az vicces lenne. Itt izé, körbe futkozik alattam. A csávó. Ez így jó, mert így az elején azt hiszem a farkas az egész jól adja a bőrt meg a húst is. Tényleg nekem a hús az most kell igazából. Ez itt nem is rossz taktika, meg bőr is lesz. Hossza meg! Ja, nyilvesszőm elfogyott. Húha, csinálunk. Én meg már nem tudom, hányadik zombival kergetőzök. Elkezdte a létrát ütni. Vagy annyi baj legyen. Vagy mit csinál. Kannibál. Folyabő. Vitamin hiánya van, biztos szegénynek. Hopp, itt egy hátitáska. Jó, bazd meg. 15 óra, nem tudom, sikerül eljutni majd első nap boltig. Hát főleg úgy, hogy kergetőzni kell a zombikkal megállás nélkül, hogy egy kicsit nehéz. Franc egye meg a farkast. Na, visszajött, jó van. Pont átment a fának a túlsó felére. Azért lövök egyébként srácok én meg izére, lábra, mert elvileg sántítani fog tőle, hogy párat beleküldök. Rásegítünk a kaktuszokra. Azt hiszem ez megdöglött. Jó. Szerintem elvérzett, hallottam egy olyan nyüsszögő hangot. Tetek. Még valahol fölfordult, nem fogom megtalálni. De, fölfordult, de jó! Gyerekek, ez nagyon jó volt ez így. Picsába. Ezeket a zombikat nagyon verni se egyszerű. Igen, igen. Ugye ez a farkas szerintem ez is egy olyan 10-15 nyilvessző kellett volna neki. Hogy elvérzett. Ja, elvérzett, aha. Ja. Akkor már van 12 bőrünk. 20 kell majd a kóhoz. Ez a baj, rengeteg időt elvesznek ezek a zombikkal való hadakozás. Igen, igen. Építkezésnél is majd az lesz a hátrány. Nem tudsz építkezni, mert majd mindig futkoz a horda elő, amit Igen. Na hol volt az a hátizsák, srácok? Itt volt nekünk egy hátizsákon. Mit egy ilyen kövérpacák? Hú, ez lekever vége. Az meg hol volt a hátizsák? Ja, meg hogyha egy követ bányázol, próbálj úgy bányászni követ, hogy valamennyi stamina maradjon, igen. Futásra. Igen, ezekre figyelek. Ja, meg még sivatagban még azt szoktam, hogy az inventoryba hagyom, vagy az övtáskába hagyom a lyukát, és akkor futás közben eszek, és akkor tovább tart. Tölti vissza. Vannak ilyen kis megoldások, kiskapuk. Mennyi zombi van itt? Ujj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 j Téged még nem támadnak? Én már megöltem vagy hármat. Igen? Ölem őket folyamatosan. Én eddig csak állatot, farkas meg egy vaddisznót. Farkas az nem volt rossz. Tényleg gyerekek! Tartalékolunk, jó? Hát, hogy jön egy farkas. Meg, már megint jön egy. Megőrjítenek. Jó, meg fa meg kő, 49. Jó, azt nálunk. Tovább tart a zombi ölegetés, mint a... Többi nettó játék. Megesszük ezt a konzervet, közben csinálom a helyet az inventoryban. Úgyhogy most olyan hardon játszunk gyerekek, hogy ennél hardabb már nincsen talán. Hát igen, igen. A maximális ellenség a hordánál. Nehézségi fok is a legerősebben van. Azából nem nagyon lehet mit állítani feljebb ezen már. Egy csontkést ki kéne nyernem nekem is. Már nem merek futni se, hallod? A gyaloglók. Talán dob valami csontkésecskét. Ja látom, te is megosztottad a boltot, aha. Nem osztottam meg, szerintem az megosztódik akkor ezek szerint. Ugye látom a feladatban még a boltot, és én ugyanolyan jellel meg is jelöltem még külön. Ja, hogy? Aha. Magamnak. Aha, és akkor mind a kettő jelet látom most. Jó, van egy csontom, hál' Isten. Ajaj. Nem tetszik a színe ennek a dombnak. Ez ilyen robbantott területszerűségnek a színe akar lenni, jaj. Az nem fasza. Nem. Meg az a baj... Várj, a fehérek a fák, akkor lehet havas jön. Még nem látom. Hát, na jó, megpróbálom. Fánk az van? A baj, itt a domnál nem jó. Látom, mi van a túloldalon. Lehet, itt van 50 zombi alattam. De azt az is lehet, hogy egy lyuk van. Nem tudom. A gyerekek, mi meg akkor azt fogjuk csinálni, hogy...
Hoppá, visszacsúsztunk. Ezt. Meredek? Meredek a... Út van. Aj, ne! Ez nem kellett, ott egy dobber van. Júj, támad? Még nem. Hát akkor meg az nem, addig nem gond, ja. Addig non problémo. Menj. Aszfaltos út. A gyerekek, milyen mélyre ássunk, mi meg azt találjátok ki nekem. Ott még egy sátortábor, azt most hagytuk. Mennyit? 250-et fizetnek a 250-ért, jó. Itt is látok egy sivatagot. Hát te arra vagy. Erre, ahol én vagyok, még erre felém. Mennyi blokkra ássak szerinted? Szerintem egy olyan 20 körül azért nem ártana. Igen, hát egy 20-25. Hát ha azt akarod, ne vegyenek észre, akkor 20 alatt. 20 alatt. Akkor ez kb. Most vagyunk 6-on. Szerintem. Én... Egy csávó megtámadott, de legalább izé, sántit. 8. Békésen, gyalogolok az úton erre, majdnem levert egyet. 9. Hallottam, hogy hörög. De legalább sántit, ez a fajta csávó. Tényleg én meg majd megpróbálok, amelyik nem sántit a lábára lőni. Igen, valahol hallottam, vagy olvastam, vagy írták kommentbe, hogy az használni szokott, csak az a baj, hárdon lehet, hogy kell neki öt lövés lábra is. Igen, mert könnyű veszőben biztos föl. Nem egyszerű eltalálni azért. Vagyunk. Ugye azt a Dobbermant leszettem volna, hogyha közel lett volna fa, de itt nincsen. Jó kis trükk ez. Dobsz egy frémet, lép rá, föl a fára, elveszed a frémet, az szevasz. Na, meg tudtam ölni, jól van. Első zombit megöltem én is már, jó van, haladunk. Ó, de ez a bion, ez nem tetszik, halott kéget terület, meg szerintem robbantott lesz egymás mellett. És ott mászkálsz? Ez nagyon jó, miért? Nem mászkáljál ott. Rossz hely az. Nem akartam én. Arra vezet a bolt. Utána még akkor át kell majd mennem keresztbe feléd, robbantott területem. Legalábbis innen robbantottnak nézem. Úgy te meg már akkora izé van, üst, gőz, nem látni semmit. Haj, azt utálom. Édes. Nem látod, hogy merre kell menni egyáltalán. Ott egy kéget zombi. Hú, azok hogy tudnak futni? Ajajaj. Hordánál is hogy szoktak futni? Azt a... Hát szétütöttem, vagy ott vagy 6 gumit, ne egy se adott. Jó, inkább visszafelé megyek, megpróbáljuk a dombon fölfelé. A dombon fölfelé haladva, meg az a baj, semmit nem látni. De az érdekes, hogy innen meg azt látom, hogy fehérek a fák, de lehet, hogy csak a fénytől így messziről. Ha, ott is egy zombi. Miha havas lenne, pedig nem az. 17 óra 31, majd vigyázz. Oha. Nem baj az. Hány blokk? 10 körül? 10? Inkább sötét legyen, hallod? Minél előbb. 15? Igaz, hogy sokat nem fogunk látni, de ő a zombik se. 12. Mondjuk olyan 14-15-re vagyok, akkor még egy 5-öt osztál, akkor biztos elég lesz, srácok. Aha. És akkor kialakítunk egy barlang rendszert, amit majd fejleszteni fogok. Ennyire vagyunk a boltól, mert akkor megpróbálok egy fullgázas futásra, nem vagyunk olyan messzire. 0-2-re? Az nem sok, 200 méter. Csak az a baj, hogy a dombon sprint... fölfelé kell haladni. Jó, az olyan lassan fut akkor, mint az istennyire. Igen, meg jobban is fárad. Meg az úszás is, hú. Esküszöm, itt meg hó van. Igen. A domb tetején van a bolt és hó. De van egy szikla itt, várjál, ezt meg tudom ütni. Aha, akkor lehet, hogy itt fogjuk túlélni. Bár itt meg hóban meg megfagyunk mi. Na se jó. A szikla tetején próbálod majd? Nem tudom. Most ide jöttem a bolthoz. Mi meg fellépcsőzünk, srácok, hogy tudjunk közlekedni, jó? Az lesz a terület. Ez ilyen jó nagy udvaros. Egyrészt munkapad, lutolható, 22 olajpala, 18 óra. Jó, akkor ezt megpróbáljuk hamar így körbelesni, hogy lehet-e valamit használni. De lehet éjszakára valahogy, akkor meghúzzuk magunkat. Ja, meg akkor megnézzük, hogy van-e neki eladót. Hol mi a... Mit meg is vennénk. Remélem, jó oldalra rakom a izét létrát. Bár lehet, hogy nem. Ah, csak én tudunk eladni, nem baj. Szedhetem vissza. Pénzünk lett, 745 pénzünk lett, az nem valami sok. Ezeket is el lehet adni az elején. Nézzük meg, hogy van-e egyáltalán valami, amit vehetnénk tőle.
Télikobát, na. 3900 egy télikobát. Ne hülyeskedj. Ne szórakozzál, jó drága, az valami Gucci lehet, vagy nem tudom mi a faszon vagy. Nem kell engem márkás. Márkás kabátor veszél. Túlélésre jártunk össze itt tüzé, márkára nyomnak. Ja. Láttam, múltkor szoknyába futkoztál. Ja, tényleg. Ja, hát azt találtam, sivatagban jó volt. Jó az. Legalább úgy itt vettél fel, ugye? Hát, azt nem találtam. Nem találtam szemétbe. Fejszélye van, van egy tűzoltó fejszélye. 548-as 1003 ér. Na, arra még gyurunk. És a boltban nem cserélődnek az alapanyagok? Mindig ugyanazt adja? De, három naponta van új ajánlat, és akkor mindig más van. Van, amit megtart, úgy veszem észre, de valami lecserélődik, ja. A nyílpuska tervrajz, 1004 ér. Gyógynövényes antibiotikum, bőrmelvért. Hát igen. 295 ér. A fejszét megvenném amúgy. Hol vagyunk? 18? Mikor sötétedik? Mikor kezdenek el futni a zombik, mi? ja, igen, itt ilyen nincs gond. Ez tök jó itt egyébként. Este 10-kor van ez a dolog. Nem tudom, a nappali órák száma azt hiszem 18 óra lehet. De hát igazából tök mindegy. Nagyon tök mindegy. Akkor lassan kellene tartanunk egy izét, egy új videóba venni a többit, nem? Hogy azért ne legyenek olyan kurva hosszúak. Persze, megosszuk. Okay. Nem tudom, hogy hány percnél járunk így igaz időben, de persze. Szerintem fél óra körül, hát hogyha izé, mármint, na, hogyha 60 perces egy egész nap. Ja, hát olyan 7 óra fél 8 felé kezdtük. Akkor annyira fel, kell lennie. 12 meg 7, 19. Igen, körülbelül fél óra lehet akkor. Na, közel akkor, fél óra. Akkor búcsúzzunk aztán, jó. Akkor a következő részben jövünk, gyerekek. Fél órás részek annyira okay. Nem hosszúak szerintem. És na. Ez volt első hard. Csumicsa! Helendi, sziasztok!